Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. Mi történik pénteken? Ezt mutatják majd a kártyák. Ez a koporsó. Lehet egy örökösödési ügy is. Itt van egy jó kimenetel, szerződések. Amint a koporsó még jelenthet, hogy lezársz bizonyos témákat, kapcsolatokat, el tudsz engedni valamit, és ez szerencsét hoz. Itt megvan a magabiztos fellépésed, lesznek új kapcsolatok. Amint a koporsó még jelent a régi témákat, a múltat, hogy valaki gondol rád, és visszatér a múltból. Ez lesz egy kellemes meglepetés, vagy megajándékoz téged, és a gyűrű jelenti a kapcsolatot, vagy azt, hogy valami, vagy valaki visszatér hozzád. Itt vannak régi témák. A virágcsokor lehet egy kreatív tevékenység is, és a gyűrű jelenthet kapcsolatokat, szerződéseket. Szombat. Mi történik a szombati napon? Itt ez a férfi áll a középpontban, utal a férfiakra, vagy utal a lelki társadra. Itt a kasza elvág valamit. Ő lezár bizonyos témákat, vagy kapcsolatokat. Az is lehet, hogy válló félben van. Amit a kasza még jelenthet, hogy olyan hirtelen jönnek az események, és itt kinyílik egy ajtó. Mert ő kinyitja ezt az ajtót, mert meglátogat téged, vagy vannak lehetőségek. Ezzel a kulccsal le lehet zárni ezt a kaput. Tehát bizonyos témákat, kapcsolatokat lezár, lesz egy meglepetés, és számotokra kinyílik egy új kapu, egy új lehetőség. Vasárnap. Itt ez a korbács jelent félreértéseket, vitákat, veszekedéseket. Itt a madarak csevegnek. Lehet, hogy valaki pletykálkodik és megbántotta őt vagy téged így a hátatok mögött. De lesz újra majd itt könnyűség, megbeszélitek a témákat, és itt a csillagok szerencsét hoznak. Lesz egy szerencsés fordulat. Az is lehet, hogy ő beszélni akar veled, és vigyázz a szavaidra, mert érzékeny és hamar megsértődik. És akkor itt látható ez a félreértés. A csillagok azok majd javítanak a helyzeten, hiszen szerencsét hoznak. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!